Egy rajzfilm készítési módot már bemutattam. Most egy másikat fogok megmutatni. Az előzőt szűrő kigörbítéssel készítettem. Ezt nem lehet azzal megcsinálni, mivel hogy minden képkockát külön-külön rajzolunk meg. 5 képkockát fogok rajzolni. Kérek egy új lapot. 300x300-ast készítek. Nem túl nagyot. Egy fehér lapot, és itt is egy ilyen stilizált rajz lesz csak. Ecset eszközzel fogok rajzolni, és a méret, ugye, ez esetben, hát én 0,37, egyébként tényleg majdnem, hogy mindegy. Húzunk egyenes vonalat, tudjuk, hogy a gimbe egyenes vonalat szabad kézzel nehéz húzni, de ha kattintok, lenyomom a shift gombot, elengedem a egérgombot, és akkor elengedett egérgombbal, mint látjuk, megjelenik egy előábra, a vonal előábrája, aztán megint kattintok, akkor meg is húzza a vonalat. Elengedem újra, a shift gombot nyomközben nyomva tartom, aztán húzom, és itt is kattintom, most elengedem a shift gombot is, akkor ugye nem csinál semmit. Ide kattintok a sarokba, tehát itt a sarkára, a rajzom sarkára. Kattintok, shift gomb, nyomva tartom a shift gombot, elengedem a egér gombot, és az elővonal ugye látszik. Kattintok, és már is megvan a három vonalam. Most ugyanezzel a módszerrel, itt már nem magyarázom, készítek egy végül is egy ilyen ablakszerű valamit, ez csak azért, hogy valamilyen teret adjunk a rajznak, tehát hogy ilyen térben helyezkedik el. Ugye ez legyen egy ilyen ablaknak a stilizált rajza. Egyébként teljesen mindegy, hogy én most ezt ide rakom, vagy nem. Így. És elkezdjük végül is a rajzfilm készítést. Megkétszerezzük a rétegünket. Tehát réteg kétszerezése 5 réteget, 5 ugyanolyan réteget készítek, így 3, tehát a háttérréteggel együtt 3, réteg kétszerezése 4, és réteg kétszerezése, így van 5 rétegünk. Becsukogatom a felső négynek a szemét, és a háttérréteget látjuk. Egy legyet fogok rajzolni, illetve egy légy lesz az áldozat. Most egy kicsi ponttal kezdünk. Elnézést. Most ezt erre rakta, ugyanis a háttal legutolsó volt ki. Másolva ebből kiradírozzuk, mert nem jó helyen van. Így. És rájövünk a rámegyünk a háttérrétegre. Kijelöljük, annak a szemét hagyjuk csak nyitva, hogy lássuk, hogy mit dolgozunk, és most megyünk rá az ecsetre, és most csinálunk egy pöttyöt. Következő réteg, kijelöljük, és megnyitjuk a szemét, és lássuk, hogy az előzőleg hova tettük a pöttyöt. Egy nagyon kicsit lejjebb vettük az átlátszatlanságot, íme ott van. De most ide teszünk egy ilyen 4 pöttyből álló kis valamit, így, és egész kicsire véve készítünk neki egy ilyen kis szárnyszerű valamit, így. És most megcserélem a kettőt, ugye fehérrel fog fogni, és csinálunk 2 szemet.
Aztán elmegyünk a következő vagyis rétegre, így, de mielőtt még ezt megtennénk, kijelölöm ezt a legyet, megmondom, hogy miért majd, mindjárt, tehát ez így nem lesz jó, kijelölés semmit, a kör kijelölő eszközzel, így, és szerkesztés, másolás, majd ne kelljen mindig megrajzolgatnom, ezt fogom csak nagyítgatni. Másolás, és most megyek a háttérréteg másolatának a másolatára, megnyitom a szemet, kijelölés semmit, és szerkesztés, beillesztés, beillesztés, áthelyező eszköz, ugye, és itt tesszük, megnagyítjuk. Nem kell rajzolgatni. Megnagyítom. Átméretezem. És ezt a levegő réteget rögzítem. Réteg rögzítése. Aztán átmegyek a következőre. Ide is beillesztem. Ugye. És itt még nagyobbra nagyítom. Átméretezés. Réteg rögzítése. Aztán következő rétegre. Szerkesztés. Beillesztés, ugye a vágólapon van, és annyiszor illesztem be, amennyiszer akarom. Még egyszer, még nagyobbra készítem. Aztán majd kijavítgatjuk a különböző rétegeken, réteg rögzítése. A különböző rétegeken a háttérvonalat. Íme van 5 rétegünk, és most rámegyünk, megfordítjuk. Felmegyünk a feketére. Fekete szín. Oké, ecset, ami ugye alapból akkora is. A különböző rétegeken, tehát a egyes rétegeken, ezeket a kitakart vonalakat nagyjából most megcsinálom. Persze ezt precízebben kellene csinálni, de az időhiány miatt nem dolgozok vele annyit. Precízebben, mint ahogy a Rajzfilm stúdióban, hát az aztán hát nem, meg ottan dolgoznak több ezen természetesen, és vagy több százan ugye nagyobb Rajzfilm stúdióban is ezeket a dolgokat megcsinálják, kimondottan erre specializálódott emberkék. Át kell jönnöm ide, és minden egyes rétegen ugye ezt meg kell tenni, egyenként kell megrajzolnia a dolgokat. Aztán következő, ezt becsukjuk, itt már kisebb. Tulajdonképpen az álló képek egymás utánisága fogja a mozgás illúzióját kelteni. Ez a rajzfilmnek a lényege. Itt már, ugye, és akkor végül egy kis pont, és bekapcsolgatom a szemeket. A háttér rétegről csinálok egy másolatot, tehát a háttér réteg, szerkesztés, másolás, és a háttér réteg másolata a legfelső rétegünk után kérünk egy új réteget, ami átlátszó réteg lesz, és szerkesztés, beillesztés, szerkesztés, és ide beillesztéssel berakjuk. Ezt kiradírozom, hogy miért is csináltam ezt, és a következő, ért, ugyanis a vége a lénynek is a végét jelenti, réteg rögzítés, ezt rögzítem, ezt a lebegő réteget,
ugyanis készítünk, ecsetünk el. Kiválasztunk valamilyen zöldes színt, mondjuk egy ilyen sötét zöldet, bekicsinyítem, egy ilyen maszatot, aztán kiválasztok egy okker sárga színt, még egy maszat, aztán kiválasztunk egy piros színt, és egy maszat, majd visszajövök a körre, ecsetre, és ilyen, ezt már szabad kézzel húzogatom, ne kelljen a színekre, felveszem a színt, ecset, akkor zölddel is. És végül felveszek a színfelvevő pipettával az okker sárgát, újra ecset, és nagyobbra mondjuk, és akkor így. És ezt a réteget most, amin vagyok, bekétszerezem egy jó párszor, ugyanis ezt hosszabb ideig szeretném látni. Nem, mint hogyha annyira élvezném a látványt, de hogy ne tűnjön el egy pillanatra, ugyanis 100 000 másodpercig fog látszani minden egyes képkocka. Ezt többször fog látszani, mivel réteg kétszer is látjuk, hogy jó párszor. Na most rámegyünk a szűrőkre, animáció és lejátszás, és nézzük meg a rajzfilmünket. Hát mint egy üveglapnak csapódna egy légy. Ez 5 képkockából áll. Ha finomítani szeretnénk a mozgáson, akkor természetesen nem 5, hanem 10 képkocka, ugyanezt a távolságot 10-szett és a legyet úgy nagyítjuk. A mentés pedig file, mentés másként, legyen a neve Plac. GIF. Az asztalra mentem, és mentés. Mentés animációként exportálás, és mentés. Bezárom. Ez igen nagy lett, de 142 kilobájt végül is nem is olyan nagy. Megnézzük, hogy is mutat. Társítunk Windows kép és fax megjelenítő, és íme a kis GIF képünk, ami egy rajzfilm, megjelent. Köszönöm szépen a figyelmet, és hát itt aztán a fantáziátok szab határt csak annak, hogy milyen rajzfilmet készítetek.